Jó reggelt! Ma a feltételes móddal kezdünk el foglalkozni, és ezen belül is a first conditional, az első feltételes móddal, ugye ötöt fogunk összesen majd tanulni, és ebből most a first-öt fogjuk megnézni. Ugye van 0, 1, 2, 3, és van egy kevert conditional, most a first conditional-t fogjuk megtanulni. First conditional, if plus present, vesző, will vagy want. Itt arról van szó, hogy if I miss the last bus, I will get a taxi. Ha lekésem az utolsó buszt, a vesző, akkor fogok egy taxit. Tehát ha bekövetkezik az a dolog, ami az if-es tagmondatban található, akkor az is be fog következni, ami a will-es tagmondatban található, tehát ez igazából inkább egy ilyen logikai dolog, mint sem egy feltétel, tehát ez nem is igazi feltételes mód, ez inkább csak egy ilyen logikai jövőidő. If I miss the last bus, I will get a taxi. Ugye a will-nek a rövidítése az a apostróf két darab elbetű. If you tell her the truth, she won't believe you. Ugye a will-nek a tagadás az a want. És a kérdés, az pedig rendkívül egyszerű, what will you do if she doesn't call you? Ugye azt látjátok, hogy a vesző itt pedig már el is tűnt. Ugye miért tűnt el a vesző? Mert megfordult a két tagmondat, ugye most a will-es tagmondattal kezdjük, és az if-es tagmondat kerül a mondat végére, ugye ebben az esetben pedig nincs vesző. Ugye a tagadás azt jelen időben ugye don't-tal, doesn't-tal, if you don't go, she won't be very pleased, vagy pedig megfordítva, she won't be very pleased if you don't go. Ugye arra kell figyelnünk mindig, hogy az if-et keressük, és ugye az if után lesz a jelen idő, és mindig a másik mellékmondatban pedig a will. If you miss the last bus, get a taxi, ugye ez egy felszólítás, ugye azt látod, hogy itt most hiányzik a will. If you miss the last bus, ha lekésed az utolsó buszt, akkor fogj egy taxit. If you miss the last bus, you can get a taxi, ugye akár can-nel is tudjuk ezt a feltételes módot használni. Tehát ha lekésed az utolsó buszt, akkor fogj egy taxit. Tehát itt a hármasban ugye arra kell figyelnünk, hogy itt nincs will, hiszen egy felszólítással operálunk. Use if plus present to talk about a possible situation, and will, want plus verb to talk about the consequence. Tehát az if-et és jelen időt használjuk egy ilyen lehetséges jövőbeli szituáció leírására, és a will-t, want-ot és az igét arra, ami a következmény leírására pedig ezt használjuk. Ugye az if clause can come first or second, tehát lehet elől is, és hátul is lehet. Az if clause comes first, we usually put a comma before the next clause. Ugye, hogyha az if van elől, akkor általában teszünk egy kommát, teszünk egy vesszőt a következő tagmondat elé. You can also use the imperative can or infinitive plus plus infinitive instead of will plus infinitive in the other clause. Tehát, hogy a can-t is tudjuk használni. Hát itt még arra figyeljünk, hogy ugye itt igazából igéket használnak, ugye ezekben a példamondatokban, ugye a missed, a telt, a go-t és a get-et, de ugye itt lehet jelen idejű létige is, tehát az am is are, ugye? Tehát hogy például azt mondod, hogy if you are late, tehát ugye akkor abban az esetben tagadsz, akkor if you aren't late lesz. Tehát ugye a létigét ugye nem don't-tal és nem doesn't-tal tagadod, csak sima lattal. Hát körülbelül ennyi, aztán majd egy kicsit izgalmasabb lesz ez, amikor majd a second conditional-t is hozzátesszük.